A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. 2009-et írtunk, amikor egy földcsúszamlásszerű változás történt a Fehérvár Televízió életében, történetében. Egyik napról a másikra megváltozott a struktúra, tehetséges fiatalok érkeztek Fehérvárra, hogy úgymond megváltsák a világot. Hogy ez miként sikerült, azt természetesen nem ebben a műsorban fogjuk elemezni, de adalékul szolgál egy rendhagyó újságírói pályafutás megismeréséhez. Vendégem pedig Fejér Erdélyi Teréz, a Vörösmarty Színház kommunikációs munkatársa, Erdélyi Terkasz. Szia! Szia, Lajos! Köszöntöm én is. Örülök, a nézőket. Hogy itt vagy velünk. Köszönöm a meghívást. Most természetesen el kell, hogy jussunk a jelenlegi színházi munkádhoz, mint ahogy szó kell essék majd a négy csodálatos gyermekedről, lelked Jobbik feléről is, aki kulcs szerepet tölt be az Önkormányzati Kommunikációs Központ munkájában is. Mint ahogy majd eljutunk a terkosz bűvöletig, de először talán kezdjük el, hogy miként és hogyan derült ki, hogy, és tegyük hozzá, hogy ízig-vérig 21. századi kommunikációs készség van a birtokodban. Mert hogy ez komoly kérdés. És akkor majd utána én elmondom, hogy én hogy látom, hogy a ti érkezésetek annak idején miként változtatta meg a stílust és a mindennapokat. De nálad hogy kezdődött? Hát nálam úgy kezdődött, hogy én színháztörténész vagyok eredendően, és az egyetem utolsó évében gyakorlati munkát kellett végezni. És akkor gondolkodtam, hogy merre induljak, és érdekelt az újságírás, úgyhogy leadtam így a jelentkezésemet rengeteg helyre. De előtte voltak szánypróbálgatásaid? Nem igazán. Hát mi ugye tanultunk kritikát írni, meg én még annak idején, még amikor volt a Bárka, akkor jártam a Bérces Laciékhoz ilyen kritikaíró kurzusra, tehát ez a része érdekelt az írásnak is, meg az újságírásnak is, de igazából annyira én nem foglalkoztam ezzel, de mindig érdekelt. Tehát, hogy meg alapvetően kíváncsi vagyok ehhez a szakmához, meg de azt a stílust hogy találtad meg? Mert az nagyon-nagyon fontos, hogy valaki megtalálja a saját stílusát, hiszen te mindenképpen egyedi voltál. Tehát az első pillanattól feltűnt. Ugye 2009-ről beszélünk, nyilván a korábbi időszakról én keveset tudok, de egy kiérlet, valóságos, a dolgok közepébe vágó, de nagyon is hiteles stílusod volt. Hát ez biztos, hogy nagyon sok összetevője van. Egyrészt fakad egy ilyen bölcsész mentalitásból, hogy mindig a forrást keresem meg mindenben, és alapvetően szkeptikus vagyok mindennel kapcsolatban. Úgyhogy ezért mindig a legtisztább forráshoz próbálok visszamenni, miközben én azt gondolom, hogy, és ez nem tudom, hogy ez egyébként a mindennapi életben átjön-e, akik ismernek, azok nyilván ezt így láthatják, hogy én szeretek meghökkenteni. Tehát én nagyon szeretem azt, amikor mondjuk leírok egy mondatot, akkor abban kell, hogy legyen egy csavar, különben nem vagyok elégedett vele. Tehát, hogy kell, hogy engem is meghökkentsen az a mondat, mert azt gondolom, hogy akkor fog másokat is meghökkenteni. Nem tudom, hogy erre a stílusra gondolsz-e, vagy erre. Tehát, hogyha mondjuk leírok egy barokkos körmondatot, akkor biztos, hogy közbe fogok szúrni egy olyan dolgot, ami teljesen hétköznapi és teljesen valóságos. Erre készülni kell, mert ehhez önmagában az olvasottság kevés. Ez szerintem mentalitás, meg valószínűleg én így vagyok bekötve. Úgy egyébként, hogy azért én a szakma alapjait olyan emberektől tanultam, akik a maguk nemében a legjobbak voltak. Én a Lánchídnál kezdtem, a Lánchíd Rádiónál, ami akkor annak a brigádnak az olvasztó tégeje volt, akiket a Kossuth Rádiótól, a régi Kossuth-tól, a régi M1-től, a régi közszolgálattól rúgtak ki. És ott egy olyan
szakmai színvonal volt, hogy ott ha csak kinyitottad a szemed meg a füled, akkor már tanultál. Hát Varga Sanyi is onnan jött, világos. Ugye Sanyit az ismerjük. Az egyetemen egyébként már tudatos voltál? Ilyen szempontból? Tehát, hogy tudtam, hogy erre... Igen, erre hogy fogalmam nem volt, szerettél volna? Fogalmam. Azt tudtam, hogy érdekel a színház. Azt tudtam, hogy kíváncsi vagyok, szerettem írni, bele tudtam mélyedni bármibe, de ugyanúgy el tudtam volna képzelni magam kutatónak is, mert az a része is érdekelt ennek a dolognak. De szerintem ez, ahol most vagyok, ez az a aranymetszés, ahol minden összeért. Kíváncsi voltam, és ezért én megnéztem a tudósítok.hu-n a elképesztő mennyiségű híranyag, amit készítettél, mind más. És valóságosan tetten érhető, hogy amit az imént mondtál, hogy legyen valami kicsi más, meghökkentő, az mindig ott volt. Igen, én nem szeretem a sablonokat, nem is tudok sablonokban gondolkodni, meg nem is szeretek, és törekszem is arra, hogy valami csavar mindig legyen, mert különben unni fogom. És ha én unom, akkor azt feltételezem, hogy akkor a néző, hallgató, aki olvassa, ő is unni fogja. Ezt meg nem szeretném. Tehát akkor idézzük fel egy kicsit a megérkezéseteket. Milyen útravalót kaptatok? Hát az egyetemről azt nagyon is jól tudjuk, de amikor megérkeztetek, akkor teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy azt az utat kijelölte ki a vezetés is, amit ti képviseltek. Ez megerősítés volt például neked? Abszolút. Én akkor abban az időszakban azért viszonylag szabad kezet kaptam. Én nem voltam vezető beosztásban, meg sem szimpla újságíró voltam, de igazából nem volt olyan fék, és ez egy nagyon jó iskola volt. Nem volt olyan fék, hogy ezt nem szabad, vagy azt nem szabad csinálni. Tehát ez nagyon-nagyon jó volt, és nagyon sok műfajban kipróbálhattam magam, és belekóstolhattam, és fejleszthettem magam. Ez javadra vált? Szerintem igen. Tehát én azt érzem. Már azért nagyon is nehéz az, hogy valaki egy rádióban máshogy szólalsz meg. Ha rádióban nem szólalsz meg, ott csönd van. Tehát ott akkor véged van, akkor arról annyit. Egy tévében muszáj, hogy az arcoddal is játsz. Hogyha csak egy pici mosolyt oda csippantasz, akkor már más a hangulata az egésznek. Írásban meg sűríteni kell tudni. Tehát, hogy ezek a nagyon fontos dolgok, ezeket folyamatosan kell csiszolni. De szerintem az életben folyamatosan tanulja az ember. Tehát én nem gondolom azt magamról, hogy én aztán most már mindent tudok. Folyamatosan kell fejleszteni az embernek magát. Hogy ha ezt az időszakot nézzük, akkor minden bulvár nélkül, de szó kell, hogy essék az első házasságodról, hiszen egymást erősítettétek Somorjai Balázzsal, és ugye végigkísértük ezt egészen a házasság végéig. Ez egy olyan időszak volt, amikor én azt hiszem, hogy egy vidéki televízióban, mint ahogy már az imént beszéltél róla, jószerivel mindent el lehet sajátítani, amit legalábbis a magkezdeménytől, ami fontos lehet majd a későbbiekben. Így van. Te hogy látod ezt? Én ezt gondolom, pontosan, mert egyrészt az egy nagyon-nagyon nagy dolog, hogy egy vidéki televízióban, vagy hát ugye akkor a megalakult médiacentrumban gyakorlatilag, amit az előbb mondtam, hogy minden műfajban, de az egész városra kiterjedően kell hírt adni. Tehát mindenkit meg kell ismerned, és mindenkihez kvázi közel kell kerülnöd ahhoz, hogy hitelesen tudj tudósítani dolgokról. És az az időszak, én amikor ide kerül, hát én budapesti vagyok, tehát hogy nekem furcsa volt nyilván egy kisváros. Én nagyon megszerettem egyébként Fehérvárat, meg én azt gondolom, hogy jóval élhetőbb is, főleg gyerekekkel, mint Budapest. De nyilván furcsa volt, tehát az, hazudnék, ha azt mondanám, hogy ez nem volt fura, hogy végigmegyek a fő utcán, és mindenki köszönné, meg csak így nézek, hogy hello, hogy mi történik.
De nagyon, az egy nagyon jó időszak volt, nem tudom a kollégák, hogy emlékeznek erre, te, hogy emlékszel rá, mert nyilván azért az nehéz lehetett mindenkinek, hogy egyszer csak egy ilyen nagy változás történt, és hát azt azért ne hallgassuk el, hogy nyilván voltak konfliktusok, meg nyilván nehéz volt úgy beilleszkedni, hogy alapvetően én abszolút nyitottan jöttem ide, és nem mindig nyitott ajtókat találtam. Jó. Tehát egy-két kivételtem. Mert erről még hosszasabban nem beszéltünk, most se hosszasan kérdezlek, a távozásod hátterében. Hát itt volt egy vezetőváltás, és elég komoly konfliktusok alakultak ki. Az a vezető már nincs itt, tehát ő egy rövid életű, mondhatni tiszavirág életű kolléga volt, aki itt akkor feltűnt, és valamiért én csíptem a szemét. Gondolom az előző rezsimhez tartoztam, vagy nem tudom, mi lehetett a problémája, mert igazából ilyen félfüllel meg azt hallottam, hogy szakmailag nem volt kifogás, de hát emberileg volt, és emberileg nekem is volt, és azért volt egy pont, amikor azt mondtam, hogy ennyi, tehát hogy ezt nem, és akkor én nem menekülni kell. És kerestem a lehetőséget, és miután én elég sokat jártam a színházba, és elég sokat dolgoztam, tehát is nem velük, ott volt egy lehetőség. Nem lehetett kétséges, hogy otthonra találsz a színházban, igen, ez nyilvánvaló. Igen. És hát közben jött egy új kapcsolat, és ez bizonyos értelemben, nem csak bizonyos értelemben, de teljes egészében megváltoztatta az életedet. Hát abszolút. Hiszen jött Tomi, és jöttek a gyerekek szépen igen, sorban, és négyen. Így van. No, ez, én azt hiszem, hogy ez egy csoda. De nagyon-nagyon kevesen tudják elképzelni, hogy újságírói hivatás oda, ide, oda, hogy egy fiatal pár miként birkózik meg ezzel, úgy, hogy megmaradjon a identitásuk abban az értelemben, hogy amit elkezdtek, azt lehetőség szerint folytatni is tudják. Ez férre, feleségre egyként igaz. Emellett pedig próbáljanak olyan családot alkotni, hogy ugye a nagy család magában megköveteli, hogy együtt legyenek, hogy olyan közösséget alkossanak, ami előre visz. Nagyon közhelyszerűen hangzik, és valóban az is, de ennél nemesebb feladat nincsen. Az biztos. Hát az egyértelmű, hogy hogy ők vannak négyen, hát az a legnagyobb csoda. Tehát, hogy az nem semmihez nem hasonlítható dolog. Az első időszakban, tehát amikor megszületett az első gyermeked, az nyilván még könnyebb volt visszazökkenni, de aztán jöttek folyamatosan. Igen. A gyerekek, tehát összesen hány évet is töltöttél, ha úgy tetszik, munkanélkül? Hát 8-at. 8 évet voltam otthon. Igen, de közben jött a Terkóc. Na most én ezt óriási érdeklődéssel néztem, az erről szóló történetet, hiszen ez valami zseniális történet. Azt mindig is tudtuk, hogy kreatív vagy. Bár ez a szó a Tomié, ha jól tudom. Igen. De beszélj erről egy kicsit. Hát a Terkóc úgy jött, hogy amikor a kislányomat vártam, ő a második, tehát hogy az első kislányom, de ő volt ugye a másodikként megszületett gyermek, akkor már éreztem, hogy nekem valamit kell azért otthon csinálnom, mert tehát hogy az, hogy az ember le is kösse magát, és egy kicsit kikapcsoljon, ahhoz kell, hogy valami olyan munkát végezzen. És eszembe jutott, hogy én régen horgoltam. De hát az nem volt olyan nagy horgolás, ilyen egy sorig eljutottam, és akkor így hagytam. De hogy az milyen jó volt régen gyerekkoromban, megnézem, hogy most megy-e. És akkor így nézegettem videókat, próbálgattam, ügyeskedtem, és jaj, hát figurákat is lehet csinálni, akkor csinálok figurákat is. És akkor elkezdtem azzal is dolgozni, hogy akkor babát csinálok a gyerekeknek, ilyen kis műtyűrt, olyan kis kendőt, ilyen mindenfélét, és akkor ezt így szépen folyamatosan visszaszereztem, vagy így kifejlesztettem magamban, hogy akkor ez nekem így jó. De csak hát idő. És de hát ebből egy terkabrend lett. Hát igen, de hát most az éppen szünetel, mert egyszerűen semmi időm nincs. Pedig nagyon-nagyon sikeres voltál.
Olvastam egy interjút veled, ami csak is erről szólt, és kiderült, hogy íve volt ennek az egész történetnek, mint az egész pályádnak. Tehát, ha úgy tetszik, a csúcsra törtél, és hellyel közzel el is érted. Hát igen, én elég sok mindent csináltam, mert aztán táskákat is készítettem, meg babákat készítettem, meg kis kosarakat, meg mindenfélét, amit ezzel a technikával lehet. Voltam egy nagyon klassz piacon, az is nagyon nagy élmény volt, oda nagyfiammal mentünk el ketten, és ez is egy ilyen különleges dolog volt. De hát igazából az azért így megmaradt hobbinak. Azért rágják a fülem a gyerekek, hogy most nekem egy tacsit horgolj, nekem egy ilyet horgolj, nekem egy olyan, de hát most éppen egy olyan húzós időszak van, amikor ez egy picit így félrekerül, és akkor most ahogy nőnek a gyerekek, meg ahogy a munka is egyre több, így egy picit úgy szünetel. No, megérkeztünk, illetve visszaérkeztünk a színházba. Ugye 2013-ban, amikor Szikora János megérkezett, én azt hiszem, hogy mindenki gondolta, hogy egyrészt egy neves igazgató, aki rendezéssel is foglalkozik, egy teljesen más stílusú színházat szeretne, népszínházi elemekkel tarkítva, de ráadásul olyan mozgásszínházzal, ami Horváth Csaba sajátja volt, olyan rendezőkkel, mint Hargita Iván és Bagó Berci, tehát itt helyben, illetve olyan vendégekkel, akiket eddig nem nagyon láttunk rendezőként, és kialakult egy remek társulat. És hozzáérkeztetek ti, de én azt gondolom, hogy egy ilyen színházat az előadáson túl el is kell adni. Így van. És abban pedig kulcs szereped volt mindenféle értelemben, hiszen bár akkor még nem dívott a podcast, de az írásaid az mind-mind azt sugalták, hogy ha valakivel érdemes megismerkedni egyrészt a színésszel, és a darabbal is egy kicsit másként. Mennyire volt ez tudatos, hogy így felépítetted ezt a brandet, ha úgy tetszik? Hát ez teljesen tudatos, mert én azt gondolom, hogy az emberek alapvetően úgy tekintenek a színházra, hogy az egy csoda, hogy az egy megközelíthetetlen, hogy én csak nézőként vehetek részt rajta, megnézhetem az előadásokat, a színészeket csodálhatom, miközben nyilvánvalóan ők is emberek, ez egy nagyon-nagyon nagy csapatmunka, itt ők vannak kint, tehát ők viszik vására a bőrüket, ha úgy tetszik, de rengetegen dolgoznak körülöttük. És azt gondolom, hogy a színházhoz is, mint minden máshoz, úgy lehet közelebb hozni az embereket, hogy aztán kíváncsiak legyenek mondjuk az előadásra is, hogyha megmutatjuk mögötte az embert, hogy ő milyen valójában. És én ezt egyébként nagyon szeretem is, tehát én nagyon szeretem kihozni az emberekből, nekem ez mindig egy kihívás. Mert sokakkal nehéz úgy beszélni, hogy ne vegyen fel egy modoros viselkedést, vagy egy betanult szöveget mondjon el, hogy megnyíljon. És volt olyan, akivel küzdöttem, de az utolsó 10 percre akkor is megnyílt. És akkor is ott volt egy olyan 10 perc, amire azt mondtam, hogy na én erre voltam kíváncsi belőled. A többit tudom, azt látom, az oké, az rendben van. De nekem az a 10 perc kell, amikor te kinyílsz. Mert hogyha egy őszinte beszélgetést hall valaki, vagy egy őszinte írást olvas valaki, minden sallang nélkül, akkor a szívével már közelebb kerül hozzá. És ha a szívével közel került, akkor már megvan. Tehát akkor már nyertünk, én azt gondolom. Főleg úgy, hogyha utána kap egy értékes előadást. Mert akkor azt mondja, hogy igen, ez az enyém. És ez itt visszatérve arra, ami a tévével kapcsolatban, amiről a tévével kapcsolatban beszéltünk, hogy ez egy kisváros. Nem olyan kicsi, de azért ez egy kisváros. Tehát itt az, hogy a színházban milyen emberek dolgoznak, és hogy ezek az emberek mit képviselnek, és milyenek is ők valójában, ez szerintem nagyon-nagyon fontos. Az előadásokon túl nyilván. Az egy művészi szint, amit ők művészileg képviselnek, de ahhoz, hogy a város a sajátjának érezze ezt a színházat, kell az, hogy az embereket is úgy érezzék. Igen. Ezt valamikor Szabó Gyula érkezésekor tapasztalhatták meg a székesfehérváriak, aki kiment az utcára az emberek közé, és annyi ámuló és színházbarát embert én nem nagyon láttam.
szinte programszerű volt, hogy akkor megnőtt az érdeklődés a színház iránt is. Ugyanakkor ne feledjük, hogy azért a színészek zöme meglehetősen, azt nem mondom, hogy önző, de magának való figura, és hajlamos a hétköznapjain is a szerepei mögé bújni. Így szerintem aztán különösen nem érdekes volt számomra azok a bensőséges hangulatú, végtelenül emberi beszélgetéseket, amelyeket meghonosítottál, és amit olvashattunk. És ugye mondtad, hogy volt, akivel nehéz dolgod van. De én azt hiszem, hogy itt most az X idő alatt, most ne számoljuk, hogy mennyi maradt ki, de azért óriási húzás volt ez, ahogy ezek elkezdtek megjelenni, és ráadásul folyamattá váltak. Mert ha csak egy-egy van belőle, akkor az nem. Lehet, hogy várjuk majd a következőt, és nagyon-nagyon várjuk, de a folyamat az mindig jó. Igen, folytatódni is fog most. Ugye itt a Covid miatt annyi kiesésünk volt, aztán kapkodni kellett, de most már tervben vannak egyéb podcast műsorok is. Nyilván folytatom a portré műsorokat is, hogy mindenkit be tudjak mutatni. És itt nem csak a színészeket, tehát ez fontos, hogy én a háttéremberekkel is nagyon szeretek beszélni, mert azért nagyjából mindenkit ismerek a színházból, tehát hogy akit nem, azt meg majd megismerem, tehát hogy nincsenek ilyen kikötések, meg amit az előbb mondtam, hogy ez egy óriási csapat, akik együtt kell, hogy dolgozzanak, tehát itt nincs olyan, aki nem fontos, itt mindenki fontos. És ezt én azt gondolom, hogy ezt kötelességünk is megmutatni. Plusz azt is, amit az előbb mondtál, az nagyon érdekes volt, hogy szerepek mögé bújnak. Én meg érdekes, hogy pont azt látom, hogy ha szerepek mögé bújnak, akkor az inkább abból fakadhat talán, nem feltétlen önzésből, inkább abból fakadhat, hogy ők inkább félnek megmutatni az igazi valójukat. Tehát, hogy nem, ez nem ilyen fennhéjázás, meg nem ilyen allűr, hanem minthogyha félnének kibújni a csigaházból sokszor. És azért veszik fel a modoros, mert az a biztos, abba ők komfortosak. És ha egy picit ki tudod rántani őket a komfortzónából, és meg tudod, és látják, hogy tényleg kíváncsi vagy rájuk. Igen. Ahogy az összes többi emberre is. Tehát, hogy nekem nagyon sok olyan kollégám volt, aki háttérből például, hogy de hát most én miért vagyok érdekes? Mert érdekes vagy, mert itt dolgozol, kollégám vagy, gyere be, üljünk le, beszélgessünk. És utána így csillogó szemmel mondták, hogy de jó volt beszélgetni. Hát mondom, persze, hogy jó beszélgetni, mindig jó beszélgetni, jó beszélgetés az mindig jó, jót tesz az embernek. Igen, hát egyszerre vonz és taszít a bulvár. Én azt gondolom, igen. És ezt sajnos ezen nehéz túllépni. Nehéz az egyensúlyt megtanulni, hogy a koronavírus járvány meglehetősen szétszakította az emberi kapcsolatokat bizonyos értelemben. Viszont a videós üzengetés meg hát nyilván bejött, és sokan ezt pótolták a személyes találkozást. Viszont erre nincs recept, mondhatjuk. Arra viszont van recept, hogy ezt miként lehet folytatni. Eleve elvárás a színházban az, hogy ilyen szinten menjen a kommunikáció? Fontos ez a 21. században? Hát a 21. században mindenképpen fontos. Tehát a mi célközönségünk, akiket szeretnénk megszólítani, ők a mobiltelefonjukon élnek. Tehát, hogy ezt kár lenne eltitkolni, mondhatjuk azt, hogy nekem nincs tévém, nincs mobilom, van mobilom, és igen, megnézem a Facebookot, megnézem az Instát, a TikTokot, nem ahhoz már öreg vagyok, de azt is meg kell tanulnom egyébként nekem is, ahhoz, hogy a fiatalabbakat be tudjuk húzni. Ezek fontosak. Van, aki szereti, van, aki nem, de ez nem szeretet kérdése, ez nem erről szól, ez arról kell, hogy szóljon, hogy elérjük az embereket, és ellássuk őket információval, ami alapján ők dönteni tudjanak, hogy eljönnek hozzánk, vagy sem. Tehát, hogy ez egy kikerülhetetlen dolog. Küldhetnénk postagalambbal levelet bárkinek, nem jönne. De hogyha a Facebookon, Instán megjelenik egy olyan tartalom, ami vicces, érdekes, meghökkentő,
szomorú, azt az inkább nem, de bármi, tehát hogy bármilyen olyan dolog, ami érdekes lehet és rólunk szól, akkor nem görget tovább. Tehát, hogy ez egy ilyen dolog, és ez nem bulvár kérdés, vagy nem bulvár, mert azért én erre nagyon háklis vagyok, és nagyon érzékenyen kezelem. Tehát én soha nem adok ki a színházról olyan dolgot, amit ne vállalhatna senki. Tehát soha nem megy ki olyan dolog. Ha van is olyan felvételem, ami mondjuk tényleg annyira vicces, hogy mi belső körben nevetünk rajta, az soha nem fog kimenni. És ez többször volt már ilyen, hogy meg kellett győznöm embereket, hogy én nem foglak titeket elárulni, gyerekek. Tehát, hogy az, hogy itt most forog egy kamera, és te csinálsz valami butaságot, és én azon röhögök, meg a többiek is röhögnek, az nem jelenti azt, hogy én akkor ezt most kirakom a netre, hogy mindenki rajtad röhögjön. Bízzatok bennem, mert csak olyan megy ki tőlünk, ami kintre való. Ami bentre való, az megmarad bent. Aztán ott lehet rajta röhögni. Hát. Tehát, hogy ez egy ilyen, nyilván van egy érzékeny határ. De hát ezt tudni kell. De hát ez a szakmám, azért tudom hogy mi az, ami hírértékkel bír, és benne van ebben a körben, és mi az, ami nem. Tehát igen, ez egy hát ilyen. Tudjuk, nem az arany, nem a nyitja rabja teszi a kalitkát, ez a titka. Felnőttek a gyerekek helyjel közzel. A töpörtjükből most már nagyocskák lettek. Gondolkodtál-e, hogyan továbban? Hiszen ez felelősségteljes döntés mindenféle értelemben. A Terkóc most akkor pihen. Most pihen. Ugyanakkor ezerrel megy a színház, mondom én. De vannak-e olyan terveid, amiben esetleg segíthetünk, hogy most mindenkinek elmondjuk? Vannak-e álmaid? Álmaim vannak, szeretnék Toszkánába elmenni, hogyha esetleg valaki segíteni szeretne benne. Nem. Igazából... Hogyha valaki egy időgéppel megdobna, az jó lenne néha, hogy egy kicsit próbáljak spórolni az időn, hogy tényleg minőségi időt tölthessek a gyerekekkel, és mellette végezhessem a munkámat is úgy, ahogy én elvárom magamtól. Tehát, hogy az nekem nagyon fontos, és ez az egyensúlyozás, ez azért sokszor nehéz, de... Miután a gyerekek nagyon rugalmasak, és nagyon én meg igyekszem úgy intézni mindig a dolgokat, hogy azért ne az legyen, hogy én nem vagyok, mert én vagyok, csak vannak mondjuk főpróbahetek, amikor nekem húzósabb a munka, mint mindenki másnak nyilván a színházban. Olyankor tudják azt, hogy most akkor a jövő hét az kemény lesz, mert én nem biztos, hogy otthon leszek este, és nem biztos, hogy tudok mesét olvasni. És akkor ők ezt így tudják, de hát aztán legközelebb megjönnek be, aztán szétszedik a színházat. Tehát, hogy ők egyébként meg ők nagyon szeretik. Tehát, hogy az, hogy ők bejöhetnek mondjuk alkalomattán hozzám, az a csoda, hogy ők mikor jöhetnek már be, mindig ez a kérdés. Mert hogy ők nagyon szeretnek ott lenni, mert ott mindent lehet, és mindenki kedves, mindig ezt mondják. Nyilván nem lehet mindent, de egyébként tényleg mindenki kedves, meg alapvetően... mindenki szereti a gyerekeket, tehát meg hát ők nem olyan badóc gyerekek alapvetően, úgyhogy ővelük nem is problémás egy-egy ilyen alkalom megoldása, hogy akkor most benn vannak a gyerekek, és akkor neki, jó, most legyenek benne akkor a gyerekek. Jó, hogy ezt mosolygós szemmel mondtad. Gondoltad volna, hogy ilyen lesz az utat, hogy Budapest, Székesfehérvár és egy falu? Vagy illetve pont fordítva mondom most már, hogy Budapest, Székesfehérvár és egy kicsi település, ahol kerek a világ. Nem, soha nem gondoltam volna. Nem gondoltam volna. Nem voltam soha ellene. Tehát, hogy nekem nem volt ez probléma, hogy most én Fehérvárra költözöm, onnan meg Isztimérre költözöm. Tehát, hogy nekem ez nem okozott akkora törést, hogy úristen, a nagyvárosból elkerülök. De ezt így nem gondoltam volna. Azt se gondoltam volna, miután a tévébe jöttem, még annak idején, hogy én itt is fogok maradni. Tehát, hogy nekem ez nem volt így. Aztán így alakult az élet. De itt vagy. Itt vagyok. Itt vagy és én itt jól érzem magam, tehát, hogy nekem ezzel nincs örülök is neki. Nincs is gondom. Mit kívánjunk neked? Időt. Ne, a családnak. Családnak egészséget, az a legfontosabb. Boldogságot. A boldogság megvan, az egészséget pedig
Vigyázzatok magatokra. Okay. Mi is azt tesszük. Köszönöm szépen. Én köszönöm szépen, Lajos. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Erdélyi Terka volt, Fehér Erdélyi Teréza vendégem. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.